Kedves nézőink, a következőkben a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat rajzpályázatáról láthatnak egy összeállítást. A Családsegítő Központ által első alkalommal meghirdetett Anyukám és én című rajzpályázat díjainak átadása volt a Művelődési Központban kedden. Kinek az ötlete volt ez a pályázat? Ezt a vezetőnk ötlete alapján, illetve volt egy pályázati hirdetés, ami igazából nem a mi profilunk lett volna, tehát egy országosan meghirdetett pályázat volt, és ennek alapján inkább városi szintre szerettük volna hozni ezt a pályázatot, tehát a miénkének akartuk ezt a pályázatot, ugyanis a családsegítés, a családgondozás, leginkább a gyerek-szülő kapcsolat figyelése, ez mind a mi feladatunk. És szerettük volna megismertetni a várossal azt, hogy mi odafigyelünk a gyerekekre, illetve a családra, és ezzel egy kicsit közelebb hozni hozzánk. Milyen korosztályok számára írták ki ezt a pályázatot, és az érintettek hogy értesültek erről a lehetőségről? 3 korcsoportra hirdettük meg. Az óvodás középső és nagycsoportos, általános iskola első-második osztálya, illetve a 3.-4. osztályosok részére. Meghívókat készítettünk, plakátokat, ezeket személyesen a kolléganővel juttattuk el az iskolákba, illetve az óvodákba, ott megkerestük a vezetőt, és kértük a segítségét, hogy vonódjanak be ők is, illetve ösztönözzék a gyerekeket a rajzolásra. Az intézmények mennyiben voltak nyitottak erre, és melyik intézményből jött be a legtöbb pályamunka? Én azt gondolom, amikor megkerestük és elmondtuk, hogy milyen ötlettel fordulunk hozzájuk, nagyon kedvesek, segítőkészek voltak. Legtöbb képet, illetve művet a iskolák körül a Szent István iskolából, illetve utána a Borsos Miklós általános iskolából kaptunk. Óvodákból azt gondolom, hogy nem tudok különbséget tenni, mert mindegyikből nagyon sok mű érkezett, amiket ki is állítottunk. Összesen hány pályamunka érkezett, és mit sugallnak ezek a gyermekrajzok? Összesen 274 rajzot kaptunk, ennyi érkezett be hozzánk, és hát szebbnél szebb rajzok, mind az élet, amiben ezek a gyerekek élnek, ezeket sugallja, a hétköznapjaikat, a szeretetüket fejezik ki vele, az egymással való kapcsolatukat mutatják mind a rajzok. Kik voltak a zsűri tagjai, és milyen szempontok alapján bíráltak? A zsűri tagok szakmai szempontból elsőként Szilágyiné Farkas Ilona volt, rajzpedagógus a Borsos Miklós általános iskolából, Bábics Valéria, a Nagy László VKSK igazgatónője, és az intézményünk vezetője Kupi Andrea igazgatónő volt a 3 zsűri tag, akinek nem kis feladatot okozott ezeknek a rajzoknak a kiválasztása. Az óvodásoknál első lett Kollár Csillag Virág Vizikék óvoda Sűn Dorottya csoport, második Talabér Dóra Hétszínvirág óvoda Tulipán csoport, megosztott 3. helyen végzett Sel Vivien és Sel Dániel Patakparti óvoda Sűn Balázs csoport. Az első és második osztályosok sorrendje Benkő Lilián a Borsos iskola, Szlotta Blanka a Szent István király iskolából, Lukács Eszter Borsos iskola, külön díjat kapott Korbé Emília a Szent István király iskolából. A 3. és 4. osztályosoknál a legjobb rajzot Zsidó Réka a Szent István király iskola 4-ese készítette, 2. lett Bókony Sára a Borsos, 3. Tatai Boglárka a Fekete-Vörös Marti iskolából. Elégedettek-e az eredménnyel, és jövőre ismét írnak-e ki pályázatot? Hát azt gondolom, hogy így első rajzpályázat kiírása után ez nekünk egy hatalmas eredményt jelent, és nagy örömmel fogadtuk, mert várakozásainkon felüli volt a beérkezett rajzok száma. Nagyon örülünk neki, és hát lehet, hogy ezt hagyományteremtővé, tehát a jövő évben is kívánjuk esetleg meghirdetni. A díjátadáson minden alkotó gyermek emléklapot, édességet és origamiból készült virágot kapott. Kik csinálták ezeket a virágokat, és összesen hány darab készült? Hát összesen 300 darab tulipánt készítettünk, és ezt mind a munkatársaim segítségével jöhetett létre, hogy ennyit elkészítettünk. A díjazottak milyen ajándékban részesültek?
A díjazottak elsősorban olyan ajándékot kaptak, amivel további rajzolásra buzdíthatjuk őket, festéket, színezőt, ceruzákat, illetve filcet, füzetet, ilyen részesültek, illetve az első helyezettek mindenki egy kisebb tortát vehetett át. Hamarosan itt lesz a gyermeknap, utána pedig a mindenki által nagyon várt vakáció. Terveznek-e valamilyen programot a kicsiknek? Gyermeknapot már a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szerveznek, ők már ezen dolgoznak, illetve nyárra is szeretnénk szabadidős programokat szervezni, ez még kialakulóban van, de több elgondolásunk is van ezzel kapcsolatban. Sajnos a tábort nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani, viszont heti elfoglaltságban egy-egy napot egy ilyen szabadidős tevékenységek kirándulás keretében szeretnénk megszervezni.